Nem a szokványos órarenddel várta szombaton a formálódni vágyókat az egyik fitnessterem Gyöngyösön. Több új mozgásformát is kipróbálhattak azok, akik ellátogattak a helyszínre. Volt itt pörgős pulzusszámot emelő dinamikus sportmozgás, mint a kengu jump, de voltak izom- és alakformáló edzések, valamint nőies mozdulatokból álló órák is, mint a rúgtánc vagy a légtorna. Egy vadonatúj, a gyógytornászok által minősített edzésformát, a Spartan Bodyweight óratípust is kipróbálhatták a látogatók Bánkóti Gabriella vezetésével. Ez egy saját testsúlyos gyakorlatokat tartalmazó edzésmódszer, ahol tényleg nem használunk eszközt, csak a saját magunk testsúlyát, illetve a gravitációnak az energiáit, vagy a gravitáció, mint ellenállás. A gyakorlatokról pedig azt kell tudni, hogy ahogy elmondtam itt az elején is, hogy játékos feladatokon keresztül valójában a test teszimetrénye a tengelyének a visszaállítása, ízületi kimozgatások, ízületi korrekciós gyakorlatok történnek, miközben egyébként frissítjük a testet, energizáljuk. Az erőnléti edzések közül volt erősítés súlyokkal, de az elektromos izomstimulációs módszert, az EFIT-et is tesztelhették az érdeklődők. Volt Volk Energy óra a gerinc és ízület kímélő gyaloglógépen, aki pedig a jóga pozitív élettani hatásaira vágyott, az a dinamikus jóga órán töltődhetett fel. A fejlődés természetesen egyénfüggő, mondják a szakemberek, a legfontosabb mégis, hogy elkezdjünk mozogni, és a mindennapi életünk része legyen a testmozgás, hiszen a lelki és a szellemi egyensúlyuk fenntartásához is fontos a mozgás.